után jött a Dávidnak. Bármelyik pillanatban itt lehetnek, én is őket várom. Hát, ami azt illeti, már itt is vannak. Igen, igen, most mutattam velük össze, jönnek a kerten át. Oh. És nem akármilyen nők, angol nők. Úgy néz ki, ez egy teljesen más világ. Az egyiknek még szárnya is van. Igen, igen, és hát, hát elég nagyok, de már is behívom őket. Mács, ide jössz mellé. Itt vagyok. Azzal a szárnyas nővel ne állj szóba. Erre csak bátran. Alla! Micsoda mámor! Újra családi körben! Ez új Éden, e fél paradicsom, e kis világ, Pennsylvania! Tényleg? Ti vagytok Maxine, Stephanie? Én csak Maxine. Ő Stephanie. Stephanie kedves! Köszönj szépen ezeknek a kedves embereknek! Te nagyok! Ők azok! Én Margaret vagyok, az unokatestvéretek. Tessék, ez a tiétek. Florence néni, sosem mesélte, hogy te... milyen gyönyörű vagy! Tessék, egy kis virág! Neked hoztam! Nagyon örülünk, hogy itt vagytok. Én bemutatom a barátaimat. Igen. Búli tiszteletes, a mi lelki pásztorunk. Részemről a szerencse. Engem mindig oly áhítottal tölt el, hogy je ne sais quoi. Beszél esetleg franciául? Nem. Senki? Nem. Akkor viszont... Que je mets tout de suie, à Sorbonne à la fromage, bonsoir, Jacques Varotu, des mijons, si peu fusés, siphon patron. És lépjünk is tovább. Igen. Mely ez, doktor úr, aki olyan odaadással ápolta a Florence-ténénket? Doktor Meyer. Mi? Megható, hogy szakított rá időt. Igen. Ha a műtétre volna szükség, akkor... Na! Akkor? Plasztikát is vállalok. Hát egy génsebész jól jött volna délelőtt. Ő pedig bács és Audrey. A barátom. És feleségül fogom venni. A testemen keresztül, édes drága kisfiam. Ó, de szép! Akarom ezt a nőt édesatyád testén keresztül. Hogy tehetett illene? Metropolisunkban. Igen, azt jelenti város. Milyen édes, jaj, nem egy meleg szívű, kicsit drága. Drága. Stefani! Elég! Elég lesz. Láthatnánk esetleg a drága Florence nénénket? Hát, Ilona! Jövök. Ilona! Jesszus, hogy nézel rám? Nem, ez nem lehet. Látom az arcodon, ez nem igaz, ugye? Maxine! Ez nem lehet igaz. Maxine! Nem, Stefani, ennyi idő után azt hiszem elkéstünk. Florence néni meghalt! Maxi, nem késztetek el! Nem halt meg! Nem halt meg! Nem halt meg! Él! Ha nem is virul, és alig várja, hogy lásson téged. Bács, nekem reggel azt mondtad, hogy meghalt! Le, a papa mondta! Igen. Reggel nem volt pulzusa. Hát mi mást mondhattam volna? Reggel halott volt, azóta él. Mi van ezen csodálkozni való? Ha Maxine, hova mentek? Erre van a kijárat, nem? De még mennyire? Hát csak ez az örömhír. Annyira megrendített bennünket, hogy gondoltam, kimegyünk egy kicsit a friss levegőre, hogy magunkhoz térjünk. Florence, mit csinál? Milyen jól néznek ki! Ó, ide, drága kis Maxine!
Meghaltál! Elmondjuk neki! Stefanie! Légy erős! Ő itt, Florence néni, és még él! Tűnjük innen a francba! Majd törünk, ha tudunk, de most terünk! Azt mondja, hogy Florence néni nem is lehet Florence, mert annyira fiatalos! Florence, most már feküdjük vissza szépen az fogja be maga, gyilkos! Azt híreztette rólam, hogy meghaltam, és hogy eltemettek volna. Tévedtem. Előfordul. Én maga még életében nem hibázom. Dehogy nem, de nem ekkorát. Igen. És a tőzsde tipjei a gatyámat ráfizettem. Ez direkt volt. Hát igen. Kitörölhetem velük a... Hát te vele kivel állsz, viszem a Bibliát! Értem! Hát, ilyet, hogy néha... Menjük innen a fejébe, gyerünk te! Várni kérlek! Itt te normális vagy? Isten, ilyen haladunk meg! Isten, de hát még én! És rettentően undok! Nem láttad, hogy néz ki legalább 150 éves? Ugyan már! El van ez akármeddig! Hamarosan kinyit van! Egy csomó öreg direkt ezzel szórakozik, érted? Jó, akkor adjunk neki két hetet! Két hetes! Normális? Hogy nézek ki? Hát szárnyam van! Örű van! És ez a megszínszett, ez miből van? Mit tudom én, pamut Jersey? Nem, ez egy földön kívüli! Akkor legyen az, hogy minden nap újra átgondoljuk a dolgot. De ma még itt tartsunk az biztos. Szóval sem lehet! Ha gyanult fognak, akkor meg lépünk! De nem! Hogy nem ennyi pénzért, nem viccelj már! Nem, ne fejlődj már! Egy millió dollár, 2 millió dollár! Akkor sem! Megörülök tőled, Istenem, hagyd már abba! Meg! Zavarok? Hát, dehogy is a legjobbkor. Te pedig, kedves! Pillanat. Te most menj, és sétálj egy nagyot! Ne félj, nem fogsz megfázni. Tudod mit? Menj ki a vasút állomásra, és nézd meg a vasúti menetrendet. Nem állt tudni, mikor jönnek a vonatocskák. Így legalább nem fogunk elkésni. Még jól jöhet, ha netán sietni kell. De már... Hát nem könnyű vele. Látom. És hogy van a drága Florence? Jaj, hát sajnos nem valami fényesen. Hónapok óta így megy, de olyan jó, hogy ti időben ide értetek. Ez olyan sokat jelent itt mindannyiunknak. Köszönöm. Csak hát, Maxine, kérdeztetek rólad valamit? Hát persze. Nem akarok ám indiszkrét lenni, és végül is nem annyira fontos, csak tudod. De, mondd csak nyugodtan. Igen. Akkor gyere, ülj le. Igen. Szóval, Maxine. Igen? Mondd te. Te tényleg színész vagy? Ja, persze. Tényleg? Igen. Hát tudtam! A legszebb emlékem, amikor apád elvitt Philadelphiába, és először láttam Shakespeare-t. A vízkereszt volt a kedvencem. Nem! De. A Színi Akadémián abban vizsgáztam. A Királyi Akadémián? Mm-hmm. Londonban? Igen. Hát te egy istennő vagy meg. Nem. Elmondhatok valamit? Persze. Ezt titok? Nyugodt. Ha akármi lehetnék a világon, ha egyszer csak minden átváltozna, mint a mesében, és színésznő lennék. Uh-huh. Minden este Shakespeare-t mondanék, és azok a szavak úgy zúgnának belőlem, mint a vízesés. Rosalindát akarom játszani, Júliát, meg Kleopátrát. De miben játszom? Bármit, ami csak szembe jön. Igen, tragédia, komédia, történeti pásztori, helyettség, vagy korlátlan színváltozás. Csak legutóbb is ezt mondtam, tudod, a vízkeresztben. A vízkeresztben? Na és melyik szerepet játszottad? Orzino herceg. Nek a szerelmét. Igen, szép Oliviát.